Mint arról beszámoltunk, az önkormányzat a téli szünetben is biztosítja a rászoruló gyermekek étkeztetését Szegeden, azonban erre nem minden érintett család tart igényt. Most azokat a gyerekeket ajándékozták meg, akik nem kértek a szünidőre ebédet. Az önkormányzat 2 millió 140 ezer forintot különített el, és élelmiszercsomagokat tudtunk készíteni azoknak a gyerekeknek, akik nem kérnek étkeztetést, de a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezeti körből ők halmozottan hátrányos helyzetű státuszt vettek fel. 3 pár kolbász, füge és tartós élelmiszer is került abba a csomagba, amit a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére állított össze az önkormányzat. Ennek a státusznak az ismérve az, hogy a szülő alacsony iskolai végzettségű, azt, hogy a szülő egyike munkanélküli, vagy tartósan regisztrált munkanélküli, vagy közfoglalkoztatásban dolgozó, illetve az elégtelen életkörülmény. A valamivel több mint 5000 forintból összeállított, mintegy 400 darab élelmiszercsomagot az érintettek az önkormányzat belvárosi, dorozsmai és alsóvárosi irodájában vehették át.